Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnátáj televízió híradóját látják, Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Sok a veszélyes fa Szekszárdon, a Fidesz frakció képviselői ezek felszámolását kérik. Valentin nap, megosztó a világszerte elterjedt szerelmesek ünnepe. Az otthontalanokat segítik, közel 500 hajléktalanról gondoskodnak a szekszárdi intézmény munkatársai. Balesetek az utakon, bőven volt dolguk a rendőröknek Tolna vármegyében. Sok a veszélyes fa Szekszárdon. A helyi Fidesz frakció képviselői ezek kivágását kezdeményezik. Azt szeretnék, hogy elkerülhetőek legyenek az olyan káresemények, mint amiket nem egészen két hete okozott a szélvihar. Február 4-én és 5-én hatalmas károkat okozott a csaknem orkán erejű szél Szekszárdon. A gyakran 100 km/órás sebességű légmozgás gyökerestől fordította ki még az egészséges fákat is, amik sok esetben kerítéseket döntöttek ki, járművekre vagy az úttestre borultak. Napokig tartott a károk felszámolása a településen. Ezeket a fákat itt le kell, ezt ki kell vágni szerintem, mert ez olyan, de hogyha lehet gajazni, akkor olyan, nézzük, milyen magasságban ott vannak fönn az elszáradt ágak. Azok onnan leesnek, vannak annak annyi. A Kinizsi utcában 4 parkoló autóra dőlt rá egy hatalmas fa. A szekszárdi Fidesz frakció vezetője azt mondja, szeretnék az ehhez hasonló eseteket elkerülni, ugyanis szerintük a városban több öreg beteg növény is van. Hogyha ezek a fák lombosak lesznek majd, és egy hasonló szél jön, akkor szerintem 10-szer ennyi vagy 15-ször ennyi lesz a kár. Ha most itt körülnézünk, ahol állok, a mögöttem levő fa, az látszik, hogy beteg, tehát látszik a fán, hogy beteg. Ha balra nézünk, ott van egy szerintem gesztenyefa, a gesztenyefán is látszik, hogy beteg. Tehát nagyon időszerű lenne ezeket a veszélyes fákat átvizsgálni. Máté Péter ezt azzal indokolta, hogy éghajlatkutatók szerint a globális felmelegedés miatt a jövőben is nagy szelekre, viharokra lehet számítani. Ezért arra kérték Szekszárd főkertészét, hogy március 31-ig mérje fel és a közgyűlésen tegyen javaslatot arra, hogy milyen módon lehet megőrizni a biztonságot a vármegyeszékhelyen. Ezek a fák nem csak közterületen vannak, hanem magánterületen is vannak. Sok bejelentés érkezett lakóktól, hogy birtokvédelmet kérnek a szomszédnak a túlnőtt fája miatt, ezeket is mérje föl, és a veszélyes fákat, ami tényleg veszélyes, azokat hatósági ügyintézéssel el lehet rendelni, annak kivágását, gajazását. Nem szeretnénk kivágatni a fákat, tehát félés ne essen, nem a fa kivágásról beszélünk, hanem a baleset veszély elhárításáról is. A Fidesz frakció képviselői szintén kezdeményezték, hogy a város területén az útkereszteződésekben a kilátást akadályozó növényzetet mérjék fel és adott esetben szüntessék meg. Ezt tehát március végéig kell elvégezniük a hivatal munkatársainak. Bér és bérköltség támogatást igényelhetnek a Tolna vármegyei vállalkozások. A kormányhivatal által irányított foglalkoztatási paktumnak köszönhetően olyan cégek pályázhatnak, amelyek az előre meghatározott feltételek alapján foglalkoztatnak korábbi regisztrált álláskeresőket. Az így igénybe vehető forrás több mint 1,7 millió forint. A kezdeményezéshez a Bonyhádi, a Dombovári, a Tolnai és a Tamási járásokból várják a jelentkezőket. Bizonyítási kísérlet miatt útlezárásra kell számítani szerda este Bonyhádon. A helyi rendőrkapitányság közlekedés rendészeti alosztálya folytat eljárást egy 2022. decemberében a 6-os főút és a Borbély utca kereszteződésében történt halálos kimenetelű baleset ügyében. Emiatt a hét harmadik munkanapján a 6-os út ezen szakaszát ideglenesen lezárják délután 6 és este 10 óra között. A Szekszárd felől érkezőket a Zrínyi Miklós utcán, még a Pécs irányából közlekedőket a 6534-es mellékúton, majd a Percelmor utcán át terelik a városba. Az angolszász országokban február 14-én tartott Valentine's Day ünnepe a 20. század végétől világszerte elterjedt. A mai napig megosztja a társadalmat ennek a napnak a létjogosultsága. Sokan úgy vélekednek, hogy a szeretet kimutatását nem csak erre az egy napra kell korlátozni, de az emberek többsége szívesen lepi meg ilyenkor kedvesét.
A szerelem nem köthető az év egy adott időszakához, mégis van egy nap, a február 14-e, ami e köré épül. Persze ez megosztó. Vannak, akik előszeretettel vesznek ilyenkor apró meglepetést szívük választottjának, de akadnak olyanok is, akik elvből elutasítják, hogy egy trendnek hódoljanak, és ezért mutassák ki az imádatot a másik iránt. Az elmúlt évek alatt mindenki megismerte ezt az ünnepet, és tudja, hogy miről szól. Ez nem annyira magyar vonatkozású, legalábbis nem egy régi hagyomány, de ha jól tudom, ez 90 óta Magyarországon is ekkor kezdett elterjedni. Ünnepeljük, igen. A legtöbb, amit adhat egy ember a másiknak, a figyelme, az ideje és a mindennapokba csempészett kedvessége. Mónika már 2 évtizede maga mellett tudja párját, jóban, rosszban. Nem érzik szükségét annak, hogy külön hangsúlyt fektessenek a Valentin napra. Most már 20 éves házasok vagyunk, már 3 nagy gyerekünk van, már annyira nem. A rohanó hétköznapok pedig még ebbe az ünnepbe is belerondítanak. Akad olyan, akinek igénye lenne, de ideje nincs a szerelmesek ünnepére nagyobb hangsúlyt fektetni. Végül is fontosnak tartom valamilyen szempontból, de másrészt meg mindig dolgozom. A kedvesség nem pénztárcához kötött dolog. Márk a konyhában is szívesen ténykedik azért, hogy meglepje szerelmét ezen a napon. Szoktam enni neki rózsát, de hát nem általában, nem mindig veszek rózsát, mert sajátot is termesztek. Meg kis csokival esetlegesen sütök sütit is. Ne csak február 14-én, az év többi napján is fordítsunk figyelmet szeretteinkre. A világszerte a szerelem ünnepeként számon tartott február 14-e, egyben az epilepszia világnapja is. Az epilepsziát már az ókorban is ismerték, s a magyar népi gyógyászatban is számos praktikát próbáltak használni a tünetek enyhítésére. A különböző okokra visszavezethető görcsrohamok nagyon komoly terhet rónak a betegekre, akiknek egy része a tünetek kezelése nélkül nem képes teljes életet élni. Ma ez a betegség Magyarországon közel 150 ezer embert érint. Könnyen lehet, hogy akár 5 évvel is csökkenhet a tejára a közeljövőben, erről Raskó György agrárközgazdász beszélt egy interjúban. A tejtermék tanács adatai szerint ugyanis az Európai Unió több tagországában már hónapok óta folyamatosan egyre olcsóbbak a vaj, tejszín és a sajtok is, mivel egyre olcsóbban vásárolják fel a gyártók a nyers tejet. Ennek az alapanyagnak az ára most idehaza literenként 220 forint, de szakértők szerint mérséklődhet 180-ra is hamarosan. A hazai termelők ugyanis várhatóan kénytelenek lesznek követni a nyugati trendet, függetlenül az ársapka kivezetésétől vagy meglététől. Lezárult a Matthias Corvinus Kollégium középiskolás programjának kiemelt felvételi időszaka, több mint 1300 diák adta bejelentkezését. Az MCC kezdeményezése az országban egyedülálló módon ingyenes online társadalomtudományi képzést kínál olyan motivált 9-13. Évfolyamos középiskolás fiatalok számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni, érdeklődnek a 20. és 21. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt. Tolna vármegyében Szekszárdon működik a Matthias Corvinus Kollégium képzési központja. 40-50 nehéz sorsú, otthontalan helyiről gondoskodnak nap mint nap a szekszárdi hajléktalan szálló munkatársai. Nekik ételt, nappali és sokuknak éjszakai ellátást is biztosítanak. A ruha és tartós élelmiszer felajánlásokat ezért mindig szívesen fogadják. Hiába van egy-két napja melegebb az évszakos átlagnál, a szekszárdi hajléktalan szálló most is teltházzal üzemel. Az éjjeli menedékhely nevű szolgáltatás 20 férfi és 5 nő számára elérhető itt. Ez azt jelenti, hogy ők itt alhatnak fűtött helységekben, ágyakon. De emellett másféle segítséggel is támogatják a Tolnai Vármegye székely utcáin élő hontalanokat. A harmadik férfi átmeneti szállunk 6 fős. A nappali melegedőt éjszakára megnyitottuk, mert hogy december óta azért elég szépen alakult a létszámunk. 10-12 fő tulajdonképpen megszakítás nélkül igénybe veszi a megnyitott nappali melegedőnket. Népkonyhánk van még, ezen túl 50 főig tudunk elmenni, illetve utcai szolgálatunk van, ami a kinti közterületi ügyfeleket látja.
A hajléktalan szálló szakmai vezetője azt mondja, az ügyfeleik száma szerencsére lassú csökkenést mutat. Még 15 éve nem volt ritka, hogy egy-egy hónapban 160 vagy 200 utcán élőt is támogattak, addig mostanra ez a szám 40-50-re csökkent. A segítség viszont így is jól jön, mert bár az önkormányzati fenntartási intézmény költségvetése elég a legszükségesebbekre, a felajánlásokat minden esetben szívesen fogadják azok, akiknek a legtöbbször semmiük sincs. Folyamatosan, téli hidegben meg még inkább várunk segítséget. Ez azt jelenti, hogy melegruhát, takarót, gyertyákat, talán ez furcsán hangzik, de ilyeneket tudunk használni. Az élelmiszerekből a tartós élelmiszer az, amit leginkább tudunk használni. Szűcs László azt kéri, hogy aki adománnyal segíteni a szekszárdi hajléktalan ellátást, úgy a felajánlásokat a Mátyás Király utcai otthonba vigye el. Az elhúzódó orosz-ukrán háború és a brüsszeli szankciók ellenére is növekedési fázisban maradt a magyar gazdaság tavaly, jelentette ki a magyar pénzügyminiszter kedden. Varga Mihály hangsúlyozta, a hazánk teljesítményének stabil alapját jelenti, hogy az elmúlt 10 évben 1 millió új munkahely jött létre, a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4,7 milliót, a munkanélküliségi ráta az egyik legalacsonyabb Európában 4% körüli. A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy az európai versenyképesség megerősödik, ez esetben ugyanis a magyar gazdaságnak is jó esélye van arra, hogy a költségvetésben jelzett növekedési tartomány 1,5% körüli legyen. A NAV árverésein mindig akadt különleges tétel. Kivételesen úgy is fogalmazhatunk, légből kapott járműre lehet licitálni, amire még nem volt példa. A nyertes ajánlatot tevő egy repülővel térhet haza, olvasható a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. Luxusautó, szarvasmarha, fénytechnika, alkohol, sokféle kuriózum volt már a NAV árverésein, ahogy most is egy repülőgépre is lehet ajánlatot tenni február 20-ától 23-áig. A légi jármű a licitálás előtt február 15-én tekinthető meg az esztergomi repülőtéren. Az 1949-ben készült, a levegőben 3400 órát töltött gépre 10,5 millió forinttól indul a licit. A repülőgép és a sok egyéb más mellett újra lehet licitálni hangtechnikai termékekre is. A tételekre ajánlatot tenni, valamint bővebben tájékozódni a NAV árverési oldalán lehet. Három villanyoszlopot is kidöntöttek felelőtlen sofőrök Tolna vármegyében az elmúlt napokban. Sok baleset történt az utakon, összesen 15 ilyen miatt intézkedtek a rendőrök, de itt a sofőrökkel is volt dolguk bőven. Rendőrségi nyomjelölések az aszfalton a zebra közepén. Nagymányokon sodort el egy autós egy 81 éves helyi asszonyt. Az áldozatnak akkor úgy tűnt nem esett baja, a sofőr kiszállt és fel is segítette őt. A nőnek viszont később fájdalmai lettek. Később, amikor a nőnek fájdalmai jelentkeztek, akkor fordult orvoshoz, és ekkor kezdték el kollégáim az ügyben a vizsgálatot. A férfi elismerte, hogy elütötte a nőt. Felborult autó az árokban, Regőj térségében egy előzés során történt a baleset. Itt szintén könnyebben sérült meg egy közlekedő, a sofőr volt az. De nem csak a járművek, a villanyoszlopok is szép számmal törtek össze az elmúlt napokban Tolna vármegyében. Összesen hármat döntöttek ki az óvatlan vezetők. Szekszárdon pedig egy ittas férfi okozott szerencsétlenséget. Egy gépkocsi vezetője először egy autónak, majd több fának is nekiütközött, ezután az autóból kiszállt és futva távozott a helyszínről. A rendelkezésre álló személy leírás alapján kollégáink az autó tulajdonosát felkutatták, aki a lakásán tartózkodott, nem emlékezett arra, hogy balesetet okozott volna, viszont mivel a szondát nem volt hajlandó megfújni, kollégáink előállították őt mintavételre. Ezek mellett egy másik részeg sofőrt is elfogtak a rendőrök. Ő olyan sokat ivott, hogy a szonda megfújását követően bűncselekmény elkövetése miatt indítottak ellene eljárást. Regionális híreink következnek. Szeretetbe kapaszkodva, Pécsett is megkezdődött a házasság hete program sorozat. Fagyás, elmaradhat idén a tavak jegesedése. Várandós szülőknek, családoknak ötletek, segítség. Megtartották az első pécsi Baba Expót.
Hétvégén kezdődött a Házasság Hete program sorozat. A szervezők egyházak és civil szervezetek egy héten át közel 50 településen 100-nál több programmal hívják fel a figyelmet a házasság, a család értékeire. Magyarországon a hét idei mottója szeretetbe kapaszkodva. Pécsett a Székesegyházban és a Püspöki Magtár Látogató Központban ünnepelték a résztvevők a Házasság Világnapját február 11-én szombaton. Ünnepelni gyűltek össze a családok február második hétvégéjén. A Házasság Világnapjával kezdődik minden évben a Házasság Hete országos programsorozat, melynek idei mottója szeretetbe kapaszkodva. Nem elég, hogy az ember megismerkedik, ugye, és akkor ugye egymásba szeretnek, és hát ugye akkor a következő lépés, hát ugye akkor a házasság, és azt követően pedig a gyerek, és én úgy gondolom, hogy a sokszori nehézségek ellenére is azért a család az összetartozás jelkép az emberek között. És akkor is, hogyha nehézre fordul az idő, akkor is kitartanak egymás mellett a családok. A Házasság Hete rendezvénysorozatot a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogásával rendezik meg. Ez a hét felhívja a figyelmet a házasság a család értékeire és fontosságára. A cél, hogy segítséget nyújtsanak a házasságra készülőknek, vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Házasságban nevelkedő gyermekeknek az esélye a legnagyobb arra, hogy egy boldog felnőtt kort tudjanak aztán utána saját maguknak és a saját családjuknak megbiztosítani. A kormány több mint 30 féle családtámogatásra igyekszik segíteni a családokat, erősíteni a családokat. A babaváró támogatás meghosszabbítása volt az egyik utolsó döntés, illetve a 30 év alatt szülő édesanyáknak egy 30 éves korig tartó személyjövedelem adómentesség. Igyekszünk a terheket csökkenteni, igyekszünk erősíteni a családokat, csak erős családokból állhat össze egy erős nemzet. A szervezők szerint a házasság napjainkban sem idejét múlt kötelék. Az egyházak és civil szervezetek egy héten át közel 50 településen 100-nál több programmal hívják fel a figyelmet a házasság a család értékeire. A három fő értékrend, amit képviselünk, az élet tisztelete és védelme, a házasság és a keresztény értékrendből. Ez az érték foglalja össze igazából a céljainkat, tehát az élet tisztelete nélkül nem lenne utánpótlás, illetve a keresztény értékrendből a kereszthordozás a nehézségek nélkül pedig nem lenne alap, amire építünk. A köszöntők után meghívott vendégként dr. Csókai András idegsebész tartott tanúságtevő előadást. Bár az elmúlt héten több kisebb és nagyobb tó is elkezdett befagyni Somogyban, egyik jege sem alkalmas a sportolásra. Ahhoz 12-16 cm jégvastagságra lenne szükség. Ráadásul a napokban indult felmelegedés is gátolja a vizek jegesedését. A jégben már nem sok mindent láthatunk, de itt a pad közelben, főként itt a Móló térségében apró töredezett jégdarabokat még láthatunk, és hallhatjuk is ezeket, nem csak láthatjuk, hiszen ahogy mozgatják a hullámok ezeket az apró jégdarabokat, szinte zenél, csilingel a jég. Nagyon különleges hatása van ennek a balatoni jégvarázsnak ilyenkor. A Siófoki Obszervatórium előtti vízterületen is hallható volt, ahogy a kisebb jégdarabok összecsengtek. Az elmúlt héten éjszaka akár mínusz 10 fokot is lehetett mérni, emiatt alakult ki a part közelben a vékony jégréteg. A nappali órákban is bizony csak nagyon lassan engedett a fagy szorításából, nappali órákban is 2-3 fokot mérhettünk, és ez bizony megtette hatását, ugyanis az éjszakai reggeli órákban, főként itt közel a partmenti régiókban vékony jégtakaró alakult ki, de ez nem bizonyult egyáltalán tartósnak, nem tudott meghízni ez a jég, hiszen napközben nagyon gyakran átfújta a szél a Balatont, megélénkült, és a keletkező hullámok sajnos összetörték ezt a jeget. Az elmúlt hétvégére már enyhült az idő, a nappali órákban 7-9 fokot is lehetett mérni a Balatonnál. Aki tehette, még kihasználta az időt egy téli sétára a tóparton. A Siófoki Nagymólóhoz sokan érkeztek, nem csak turisták, hanem helyiek is kilátogattak ide. Gondoltuk, hogy ebbe a csodálatos napsütésbe kijövünk egy kicsit sétálni, megnézni a téli Balaton rejtelmei, csodáit. A Siófoki Mólónál egy helyen összefüggőbben még a hét utolsó napjaiban is megmaradt a vékony jégréteg a part közeli részeken, de csak a sirályokat bírta el a jég. A sportolásra még nem alkalmas, nem is lesz szerintem az idén se. A tavaly se volt, most már nem is tudom mikor korcsolyáztunk utoljára, jó lenne, de ez van. Somogyban számos kisebb és nagyobb tó is elkezdett befagyni az utóbbi napokban, viszont egyiknek sem alkalmas a jégvastagsága a sportolásra.
Ahhoz, hogy biztonsággal tudjunk sportolni a befagyott tavakon, 12-16 cm vastagságú jégre lenne szükség, viszont csak ott lehet a jégre menni, ahol kijelölt korcsolyapályák vannak. A Kaposvárhoz közeli Desedatavon is megkezdődött a jegesedés, azonban jégre menni itt sem szabad. Ha beszakadt alattunk a jég, akkor próbáljunk meg a jég felszínére hasalni, és próbáljunk meg lassú, apró mozdulatokkal a part felé kúszni. Ha ez nem sikerül, akkor próbáljunk belekapaszkodni egy jégtáblába, és hangos kiáltozással felhívni magunkra a figyelmet, hogy minél hamarabb tűzoltói segítséget tudjanak hívni. A következő napok időjárása sem kedvez a vízfelületek további jegesedésének, hiszen folytatódik a felmelegedés. A hét második felében akár 13-15 fokot is mérhetünk majd. Színes programokkal várták a kismamákat és a kisgyermekes szülőket vasárnap Pécsen a Tudásközpontban. Előadásokkal, zenés játékos bemutató foglalkozásokkal, kiállítással, vásárral és nyereményekkel tették érdekessé, hasznossá az eseményt az érintettek számára. Mindez a Pécsi Mama Közhasznú Egyesület szervezésében valósult meg, az első Pécsi Baba Expo minden programja ingyenes volt. Vasárnap délután minden a várandóságról, szülésről és a gyermek első három évéről szólt Pécsen a Tudásközpontban. Az aula megtelt standokkal, bemutatóval, foglalkozásokkal és rengeteg érdeklődő szülővel, babát váró anyukával, apukával. Kíváncsiságból, hogy mi az, amit itt kaphatunk, láthatunk, ami ötletet ad, vagy jobban felkészít a helyzetre, amire nyilván nehéz felkészülni. Első babát várunk, úgyhogy izgalmas. Van egy 3,5 éves és egy 8 hónapos gyerekem, és igazából tájékozódni jöttem. Dr. Kádár Anna Mária pszichológus ingyenes előadást tartott Mesepszichológia az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban címmel. A szakembert Őri László kétgyermekes édesapa, a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke hívta meg, és egyben a saját elnöki keretéből támogatta is a rendezvényt. Egy témába vágó hasznos kiadvány létrejöttében is szerepet vállalt a vármegye. Én azt gondolom, hogy most, ahogy itt körülnéztem a Tudásközpontba, azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan jöttek el, van érdeklődés a téma iránt, és biztos vagyok benne, hogy azáltal, hogy sikerült Kádár Anna Máriát megnyerni mai előadónak, azáltal azok a fiatalok, akik eljöttek, egy kicsit magabiztosabban fognak távozni, és talán az is egy kis nyugalmat nekik. Az az információ és az a tudás, amit ma itt megszereztek. A helyszínen több mint 50 helyi szolgáltatóval és programmal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Az igencsak hasznos programot a Pécsi Mami Közhasznú Egyesület szervezte. Az első Pécsi Baba Expo célja az, hogy a Pécset és környékén élő várandósoknak és kisgyermekeseknek, kisbabát nevelőknek egy helyen gyűjtsünk össze minden hasznos információt. Én azt gondolom, hogy ez sikerült is, hiszen több mint 40 előadás és több mint 50 kiállító várja itt ma a babát váró és kisgyermekes családokat. A program a Nemzeti Együttműködési Alap által támogatott Gyerekkel vagyok szülőtámogató program babavárástól kamaszkorig című pályázat keretében valósult meg. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye híreit. Sok a veszélyes fa Szekszárdon, a Fidesz frakció képviselői ezek felszámolását kérik. Valentin nap. Megosztó a világszerte elterjedt szerelmesek ünnepe. Az otthontalanokat segítik, közel 500 hajléktalanról gondoskodnak a szekszárdi intézmény munkatársai. Balesetek az utakon, bőven volt dolguk a rendőröknek Tolna vármegyében. Szerdán reggel lehetnek pára és kötfoltok, majd délelőtt ezek fokozatosan zsugorodnak, ritkulnak, és túlnyomó részt napsütéses időjárás alakul ki. Kora tavaszias időben lehet részünk. Éjjel eleinte változóan párás, csillagfényes idő várható, majd észak felől egy összefüggőbb, de egyelőre vékony felhősáv húzódhat fölénk. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!